Az ízletes gyümölcsöt sokféleképpen kínálták fel a látogatóknak a rendezvényen, nem csak magyar, hanem helybeli és környékbeli szerb és lengyel egyesületek is részt vettek az eseményen. Imamo starinske rolate sa pekmezom od šljiva, imamo vanilice sa pekmezom od šljiva, imamo starinske kolače sa cimetom i pekmezom od šljiva, onda imamo kroasane također sa pekmezom od šljiva, tako da imamo 5-6 vrsta kolača. A nyalánkságok mellett több csapat főzőversenyen is részt vett, több üstben is rotyogott a bableves. A környékbeli különleges nevelési igényű gyerekek a Vidám csapat részeként idén is versenybe szálltak. Hanyadik alkalommal vesztek részt itt a fesztiválon, és mit főztök idén? Mostan bablevest. És most vagytok itt először? Nem, voltunk már, megnyertük az első helyezetet. És mit gondoltok, idén is sikerülni fog? Igen, reménykedjük. A fesztivál keretein belül bemutatásra került a pálinka főzés is. A versenyre 31 pálinka minta érkezett, így a zsűrinek igen nehéz dolga volt. Tiszta, jó minőségű alapanyagból, tehát egészséges szilvából készül, az erjesztés figyelemmel kísérve, időben lefőzve, és utána a lepárlatot szétválasztani, az előpárlat, középpárlat és az utópárlat. Ez nagyon fontos. Versenyeztek a különböző szilvalekvárok, valamint a sütemények is. Készültek krémes sütemények, piskóták, muffinok és gombócok, de előnyben voltak azok a kalácsok, amelyek a régi, hagyományos receptek alapján készültek, mesélte az egyik zsűritag, Borbély Mária. Hagyomány ápoló, a társaság is, úgyhogy több pontot adunk azoknak, akik a hagyomány alapján csinálják a gombócot, vagy az ilyen tekercset, vagy barátfülét, vagy ilyesmit szilvalekvárral. A rendezvény fő célja a szilva népszerűsítése, a hozzá kapcsolódó hagyományok és receptek megőrzése, valamint a magyar közösség erősítése. A Szilva Fesztiválra, hogy arra jött a választás, mivel Szemiklóson minden ház előtt, nincs olyan ház, ahol nincs szilvafa. Az idén egy kicsikét gyöngébb volt a termés, de azért főtanáljuk magunkat, úgyhogy tudunk pálinkát is főzni, lekvárt is, kalácsokat is, úgyhogy mindenben van. Hát az idén is nagyon szépen összejöttünk, megtartsuk ezt a gyönyörű rendezvényt, barátkozunk egy kicsikét. A fesztivált kultúrműsor, zene, valamint közös ebéd is színesítette.